Sziasztok, Kozma Béla Tibor a becsületes nevem, és ebben a videóban az aranyhörcsögök, illetve a dzsungáriai törpehörcsögök tartásáról fogok beszélni. Valószínűleg elég hosszú lesz a videó, várhatóan egy olyan 12-15-20 perc, viszont úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes végignéznetek, hogyha szeretnétek azt tudni, hogy hogyan kell felelősen tartani ilyen kis jószágokat. Tartás szempontjából tulajdonképpen a dzsungáriai törpehörcsög és az aranyhörcsögnek a tartása az egyforma. Bár a szíriai aranyhörcsög az jóval nagyobbra nő, mint a dzsungáriai törpehörcsög, ettől függetlenül a dzsungáriai törpehörcsögnek is hasonlóan viszonylag nagy helyre van szüksége, hiszen bár kisebb, de sokkal nagyobb a mozgásigénye, mint egy szíriai aranyhörcsögnek. Azt még kezdés előtt hozzá szeretném tenni, hogy az állatok, a hörcsögök táplálására ebben a videóban nem fogok kitérni. Az egy viszonylag nagy téma, amelyet majd egy későbbi videóban szeretnék feldolgozni, úgyhogy érdemes mindenképpen a YouTube csatornámra feliratkozni, hogyha szeretnétek értesítést kapni majd arról, amikor az a videó is felkerül és megjelenik. Nézzük meg akkor a felszerelést, hogy milyen felszerelés szükséges ennek a két fajnak. A tartáshoz tulajdonképpen kettő lehetőségünk van alapvetően. Az egyik a ketrec, a másik pedig a terrárium. Elsősorban most a ketrecre fogok fókuszálni, ugyanis a vásárlóinknak 90-95%-a elsősorban ketrecet vásárol, és nem terráriumot, de ettől függetlenül a terrárium is egy nagyon jó lehetőség a hörcsögök tartása szempontjából. Nézzük először is a méretet. Mekkora helyen kell ezeket az állatokat tartani. Itt látjátok ezt a ketrecet, ami durván 80x50 cm-es, az azt jelenti, hogy 0,4 négyzetméter. Eléggé alaposan utána néztem ennek a témának, és az összes amerikai, illetve külföldi tenyésztő azt javasolja, hogy a minimum, amely rendelkezésre kell, hogy álljon egy hörcsög számára, az a 0,4 négyzetméter, úgyhogy én is azt javaslom, hogy abszolút minimum az a 0,4 négyzetméter. Néha látunk akár más YouTube videókon, illetve hallunk olyanról, hogy egészen picik is helyen tartják a hörcsögöket, ez igazából nem jó. Tehát nem lehet egy 40x40 vagy egy 30x30 cm-es pici kis helyre bezárni az állatokat, mert nem fogják magukat jól érezni. Legalább kell a durván 80x50 cm azért, hogy az állat tudjon eleget mozogni a ketrecében, amellett, hogy természetesen futókereket is be fogunk neki tenni, erről is majd fogok külön beszélni. Természetesen az alapterület az nem csak a ketrecre, hanem a terráriumra is vonatkozik. A ketrecet könnyebb takarítani, könnyebb mozgatni, viszont nem annyira szép és nem annyira látványos benne az állat, mint hogyha egy terráriumba tesszük. Természetesen a ketrecen keresztül is jól látjuk az állatot, de valamennyivel esztétikusabb tud lenni akkor, hogyha egy nagyon szép nagy terrárium be van rendezve, és az üvegen keresztül tudjuk szemlélni az állatot, illetve az egész életét. Ettől függetlenül a ketrec az, ami jobban bevált, ami népszerűbb, tehát ahogy mondtam, erről fogok elsősorban beszélni, illetve ezt fogom most bemutatni. Beszéljünk akkor most egy olyan dologról, aminek igazából az állat szempontjából semmilyen jelentősége nincsen, ez pedig a ketrecnek a színe. Tulajdonképpen a ketrec az bármilyen színű lehet, ugye itt látjátok, hogy ez a ketrec kék, illetve hát az alja kék, de egyetlen csettintésre ez a ketrec lehet zöld is, hopsz, varázslat! És természetesen bármilyen színű lehet, kb. 8-10 féle színben áruljuk mi magunk ezeket a ketreceket. Viszont én azt szeretném, hogyha egy kicsit élénk színű lenne ez a ketrec, úgyhogy most kicseréljük egyetlen csettintéssel a ketrecet narancsárgá. Hopsz! És ugye narancsárga lett a ketrec, ti is gyakoroljátok, néhány csettintés és könnyedén megváltozik a ketrec aljának a színe. Oké, kicsit komolyabb téma. Nézzük akkor egyenként a felszereléseket. Azt fogjuk most csinálni, hogy egyszerűen csak ezt a ketrecet szépen be fogjuk rendezni. Ennek érdekében el fogjuk a tetejét távolítani, és elkezdjük berendezni. Természetesen a legelső dolog az az, hogy a megfelelő alommal feltöltjük a ketrecnek az alját. A hörcsögök általánosan nagyon szeretnek ásni, kotorni, elbújni, így érdemes a lehető legvastagabbra tenni az almot. Az egyik legnépszerűbb alom az a forgács. Érdemes egy nagyobb mennyiségű forgácsot venni, hiszen egy ilyen nagyobb ketrecben ez a forgács ez hamar el fog fogyni, illetve természetesen 1-2-3 hetente, függően attól, hogy mekkora a hely, illetve az állat elvégzi egy sarokban a dolgát, úgyis cserélni kell majd az almot. Tehát az egyik a forgács. A nálunk kapható forgács az teljesen pormentes, nagy levelű forgács, úgyhogy mindenképpen ezt, vagy egy ilyen forgácsot javasolok. Lehet csak forgácsot tenni a terrárium, illetve a ketrecnek az aljába, illetve ezt meg lehet bolondítani egy kicsit kenderalommal. A kenderalomnak nagy a szag, illetve nedvesség elszívó ereje, úgyhogy érdemes ezt is beletenni, illetve ezt vegyíteni a forgáccsal. Ha azt még tovább szeretnénk fokozni, akkor egyszerű pelletet, amelyet a díszállatkereskedésekben lehet kapni, azt is bele lehet tenni vegyítve ezzel a két alommal. Én azt mondom, hogy most nem fogom bonyolítani a dolgot, egyszerűen csak valamennyi forgácsot és valamennyi kender almot fogok betenni a ketrecnek az aljába. Körülbelül úgy az 1/4-ét ennek a 70 literes zacskónak beletesszük. Felbontjuk a kenderalmot. És mondjuk annak durván a felét. Belehelyezzük a ketrecnek az aljába, és már is van egy jó vastag almunk. Ez az első lépés. Ahogy mondtam, nem kötelező mind a 3 féléből, vagy 2 féléből, hogyha csak forgácsunk van, igazából az állat számára az is kiváló lesz, bár hogyha kenderalom van benne, akkor az alom jobban összeáll. Ezután igazából értelemszerűen könnyű dolgunk van, szépen elhelyezzük azokat a berendezési tárgyakat, amelyeket itt szépen fel fogok sorakoztatni. A berendezésnél különben fontos tudni azt, hogy a hörcsögnek jó sűrűn be lehet rendezni a terráriumát, illetve a ketrecét, ugyanis szeret bujkálni, szeret csatangolni, szeret ásni. Nem úgy, mint a nyúl például, amely azt szereti, hogyha eléggé sima tereptárgymentes vagy kevés tereptárgyas területen van, hogy tudjon szaladgálni. Jó, betettük a futókereket. A futókerekről egy néhány gondolatot szeretnék mondani. Ennek is eléggé alaposan utána néztem, most utána olvastam, illetve saját megfigyelés alapján is tudom azt mondani, hogy a keréknek az átmérője annak érdekében, hogy az állatnak a gerince ne sérüljön, az minimum 22 cm. Ez egy nagyobb futókerék, így az állatnak nem lesz ezzel problémája. Érdemes betenni egy fából készült kis bújót, mondjuk ezt betesszük ide. A következő lépésként érdemes valahova a sarokba elhelyezni egy saroktálat. A saroktálnak az a lényege igazából, hát most lehet, hogy ide betesszük akkor tényleg a sarokba, aztán majd meglátjuk, hogy a tetőt hogyan lehet ráhelyezni. Az a lényeg, hogy betesszük valahova a sarokba, és a hörcsögnek a nagy része, 90%-a legalább ezt a sarkot fogja használni arra, hogy elvégezze a dolgát, már ami a pisit illeti. Ebbe bele fogunk tenni fürdetőhomokot, és két lehetőségünk van, az állat vagy ebbe fogja végezni a dolgát, a pisit, vagy pedig ebbe fog fürdeni. Hát az majd ki fog derülni, de általában ebbe szoktak vécézni, és akkor az nagyon-nagyon megkönnyíti a dolgunkat, már ami a takarítást illeti. Jó, tehát ezt is elhelyeztük, beletehetünk egy alagutat, egy szénába készült alagutat, ebbe a kisebb faj, azaz a dzsungáriai törpehörcsög simán belefészkelhet, úgymond belebújhat, és ott abban aludhat, esetleg egy nagyobbat is bele lehet tenni, akár dzsunginak, akár aranyhörcsögnek, most elég, hogyha ez a pici benne van. Hallítható kis fa alagutakat be lehet tenni, 2-t, 3-at, 4-et, ahogy az belefér, mondjuk most tegyünk ide bele 2-t, Aztán mi maradt még? Mindenképpen ugye szükséges az, hogy beletegyünk egy etető, illetve egy itatótálat. Mi ezt az itatótálat szoktuk használni, ugyanis ez eléggé magas, nem nagyon borul ki, és nem nagyon párolog. Nyilvánvalóan minden nap érdemes friss vizet adni az állatnak, de hogyha esetleg elmegyünk otthonról egy-két napra, akkor ebből a távol nem fog egy-két nap alatt elpárologni a víz, tehát az állat az nem fog szomjazni. Hasznos kis kiegészítő még ez a sok-sok lukkal ellátott kis fatörzs, ez tele van tömve szénával, ugye, hogyha az állat megtalálja, akkor nyilván hozzá akar jutni a szénához, úgyhogy elkezdi rágni, illetve rendszeresen vagy folyamatosan rágja ezt a fatörzset, és ezzel is koptatja a fogát, ami nagyon hasznos természetesen, de nem csak hasznos, hanem szükséges is. Van még egy fogkoptatónk, amelyet a ketrecnek a belső oldalára lehet rögzíteni. Ezzel a két kis fém dróttal. Egyetlen tétel maradt még tulajdonképpen, ez pedig a széna. A szénából is érdemes. Ez egy pici 10 literes széna különben, és az általában elég is egy jó ideig. Ebből a 10 literes szénából egy pici részt érdemes kivenni, mondjuk valami ilyesmi mennyiségű részt, nyilván ennek nincsen szabálya. És egyszerűen csak valahova ide betenni, hogyha az állat ebből kis fészket akar magának, vagy ódot akar magának építeni, vagy rágni akarja, akkor hadd rágja. Tulajdonképpen így, ahogy én most összeállítottam, ez egy nagyon jó kis alapfelszerelés, ezzel az állat nagyon jól el lesz. Ugye mondtam azt, hogy a táplálékról, illetve a táplálkozásról ebben a videóban egyáltalán nem beszélek, mert ez egy sokkal nagyobb téma, úgyhogy arra majd később fogok visszatérni. Illetve rendszeres az a kérdés, hogy milyen gyakran takarítsuk az állatnak a terráriumát, illetve az állatnak a ketrecét. Bár említettem már ebben a videóban, de ugye minél nagyobb, annál ritkábban kell, illetve hogyha az állat használja ezt a kis sarokalmot, akkor kifejezetten ritkán kell. Én azt mondom, hogy egy-két hetente azért mindenképpen érdemes szépen kitakarítani az egész helyet, de ezt nyilván az ember látja és érzi. Hogyha esetleg a hörcsög össze-vissza pisil, akkor gyakrabban, mint ahogy mondtam, ha sarokba végzi a dolgát, akkor sokkal ritkábban. Ezt mindenki magának ki tudja és ki fogja tudni tapasztalni. Közben egy pici kis trükköt szeretnék nektek bemutatni. Én általában a hörcsögöknek úgy javaslom az itatóját elhelyezni, bár korábban beletettem a forgács közé, úgy javaslom elhelyezni, hogy a kis faházikóra teszem rá. Lehet, hogy egy 4 hetes kis hörcsög az még nem tud rá felmászni, de amikor 5-6 hetes lesz, akkor nagyon ügyesen felmásznak a dobozkának, illetve az odójuknak az oldalán a vízhez, isznak belőle és lemásznak. Így aztán semmiképpen nem fognak belepisilni, belekakélni, nem fognak belehordani semmilyen szemetet, és kristálytiszta marad mindig. Úgyhogy ezt talán érdemes kipróbálni, hogyha ti is így látjátok jónak. Egy gondolat a hőmérséklettel kapcsolatban. A hörcsögök körülbelül 20-24 fokos hőmérsékleten érzik magukat legjobban, úgyhogy ha otthon ilyesmi hőmérséklet van, akkor semmilyen fűtést nem szükséges eszközölni náluk. Egy dolog jut még eszembe a tartással kapcsolatban, ami fontos lehet, ami mindenképpen kerülendő, az pedig az, hogy pici ketrecekhez általában, illetve eléggé gyakran árulnak csöveket. Olyan kis csöveket, amelyekbe az állatok bele tudnak bújni, és azon keresztül vándorolni tudnak, mint egy kis alagút, tulajdonképpen egy műanyag alagút, amelyen keresztül mi az állatot láthatjuk. Ami nagyon fontos, hogy ahogy az aranyhörcsünk, a szíriai aranyhörcsünk nő, beleszorulhat. Úgyhogy szíriai aranyhörcsök számára semmiképp ne vegyünk ilyet, mert az annak csúfos vége lehet. Hogyha a dzsungáriai törpehörcsögünk van, annak esetleg lehet ez megfelelő, de igazából nem szükséges. És ugye még egy kulcsfontosságú összetevője van a hörcsögtartásnak, az pedig nem más, mint a hörcsög. Úgyhogy ezt a csodálatos kis trikolor, háromszínű kis hörcsögöt beillesztjük a ketrecbe, és hagyjuk, hogy felfedezze. És ugye egyetlen dolog maradt még, rátesszük a ketrecnek a tetejét, szépen az oldalán lezárjuk. És akkor megvan az összeállított ketrecünk, a gyönyörű kis hörcsögünkkel, és ahogy látjátok, már próbálgatja is a futókereket. Nem biztos, hogy tudja, hogy mi történik, de egy idő után rá fog érezni az ízére, és igazából a hörcsögök nagyon-nagyon szeretnek futókerekezni. Hát nagyon szeretném megköszönni a figyelmeteket, hogy végighallgattátok ezt a videót. Hogyha szeretnétek a hörcsögökről további információkat, akkor akár az aranyhörcsög.hu, akár a horcsogfalva.hu oldalon találtok róla többet, illetve további videókat fogok készíteni. Azt javaslom nektek, hogyha akár hörcsögre, akár felszerelésre van szükségetek, akkor gyertek el hozzánk, szeretettel várunk benneteket Budapesten, Zuglóban, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, hogy a következő videóban is találkozhassunk. További szép napot, sziasztok!